Sziasztok! Ma a Dunai árvízről fogok nektek tudósítani. Kezdjünk is bele! Budapesten áradáson láthatjátok, az alsó rakpartot teljesen ellepte a víz, illetve a táblák is alig érnek ki a vízből. Ott például az épp hogy csak a tábla felső része látszik ki. Ott vannak ilyen hajók és tégek, illetve túloldalt a Margit szigetet láthatjátok. És arra fele, ha elnézünk, megpróbálok ránagyítani, ott látszik a Budai Vár. Remélem tetszik nektek, és ez itt amúgy a visszajövök ide, visszanagyítok. Akkor ez itt kérlek szépen a pesti oldal. Arra fele pedig a budai oldal van, de ugye nem látjátok a Margit sziget miatt. Már rég volt, hogy így bejelentkeztem. Gondoltam, itt az ideje csinálni egy újabb videós bejelentkezést. Nézzétek, hogy itt van a Dunába hordalék, ott látszik, hogy találkozik. Látjátok, hogy ott megy bele, és megy bele a víz, és kavarodik az egész? Nagyon érdekes. Remélem tetszik nektek, itt meg valami szemetet visz. Valamiféle műanyag. Hát nem is tudom, hogy mi lehet ez. Na jól van, remélem tetszett nektek. Szóval ez itt az út vége. Tovább nem nagyon lehet menni. Szóval itt lehet látni, hogy itt alapjáraton egy út megy. De sajnos most a Duna ellepte ezt a területet. Itt látszik, hogy a felső rakpart az meg arra van. Ez a felső rakpart, ez pedig az alsó rakpart lenne, ami itt van. Csak hát nem nagyon tudjuk használni. Nézzétek, hogy a híd lábai alig látszanak ki a vízből. Sokkal több szokott látszódni a híd lábából. Csak ugye most áradás van. Illetve nézzétek meg. Azt hiszem a híradó is itt van, valamilyen felvétel készül. Valószínűleg tudósítani fognak az árvíz helyzetről. Nézzétek, milyen erős a sodrása a Dunának. Nem szívesen úsznék most ott.